évig évekig, s mindig sírok én az egész időn át. Száll a világ lepkeszárnyon. Ezt a címet kapta Sebő Ferenc és Sós Réka előadása, és ezzel a címmel osztottak dalos füzetet is a hallgatóság tagjainak a szervezők. A dalos füzetben olyan költemények szerepelnek, amelyek bekerültek az Erkel és Kossuth Díjas zeneszerző zenés irodalmi műsorába is. A mi témánk most az 1100 év, ami a költészet szempontjából semmi, mert az időtlen. Úgyhogy régi költőktől, újabb költőktől is játszunk, népdalokat is énekel Sós Réka. Úgyhogy zárójelbe teszem, hogy a népdal az az énekelt vers a régi történeti műfajnak a továbbélése. Tehát az nem valami külön dolog, hanem ez maga az énekelt vers. Csak már nem mindenhol énekli, csak egy-két helyen még tudtunk gyűjteni belőle. De ez egy fontos műfaj, ahogy a népdal maga is fontos, mert ez volt a hétköznapi embereknek a művészete. Tehát a liturgikus zene az annak más célja volt. És az a bizonyos zene, amit bámolunk színpadon, az a liturgikus zenéből fejlődött ki. A hagyományban azért azt tapasztaltuk, mint látványt, mint jelenséget, hogy nem az a művészet, amit nézünk, hanem az, amit csinálunk. A hegedű és a gitár mellett a tekerő lant is megszólalt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban megrendezett műsorban. Sebő Ferenc énekes, dalszerző, népzenekutató, zenés előadására sokan kíváncsiak voltak. A Sebő együttes vezetője, a hazai táncház mozgalom egyik elindítója, 2014 óta a nemzet művésze is. Valóban sok minden elismerést kaptam, nem panaszkodhatok. Nem mindig tudtam, hogy mit miért kapok, mert ez nálunk ez ilyen véletleneken múlik, de egy olyan megtiszteltetés van, amire a legbüszkébb vagyok, és arról nem tud senki. Amikor a 70-es évek elején a mékeréki cigányprímás megkért bennünket, hogy segítsünk nekik a lakodalomba muzsikálni, mert több felé kellett játszani, akkor kiderült, hogy az unokái elnevezték a kutyáikat Sebőnek és Halmosnak. Sebő, Halmos, feküdj! Hát, én erről vagyok a legbüszkébb. Tersánszki Józsi Jenő, talán hallottak róla, hogy ő nem csak regényeket írt, hanem gitárjával éneket, verseket adott elő. Tersánszki Józsi Jenőt tartja elődjének Sebő Ferenc az általa historikus popzenének is nevezett stílust tekintve. Kedvenc költője pedig József Attila, aki, mint az előadó művész kiemelte, már szintén foglalkozott az énekelt versek témájával. A műsorba József Attila költeményei mellett Babits Mihály, Nagy László és Veres Sándor versek is bekerültek.